Kedves vendégeink, kedves családtagjaim, barátaim, volt tanáraim, segítőim. Jó. Szóval még egyszer. Kedves családtagjaim, barátaim, volt tanáraim, segítőim, kisfelnőttek és gyerekek. Nagy örömömmel szolgál, hogy itt köszönhetlen Önöket, benneteket ezen a különleges rendezvényen, ami nem jött volna létre, ha nincs ennyi segítségem, mind emberileg, mind lelkileg. Bátorság felvállalni saját magunkat, érzéseinket és feladatainkat, amik sokszor nem hétköznapiak és túlmutathatnak akár jelenlegi életünkön is. A tavasz eljöttével mindannyian átgondolhatjuk, milyen fordulópontokat is élhetünk meg a megújulás évszakában. Nem minden emlékünk, gondolatunk felhőtlen, de sose felejtsük el, hogy minden egy irányba tart, a megértés felé. Nehéz terheinket is fényként láthatjuk viszont az idő jótékony folyamán. Azt kívánom mindenkinek, váljon saját élete formálójává, mert eljött az idő arra, hogy mi is csatlakozzunk egy olyan útra, mely akár képzeletünkön keresztül megváltoztathat bennünket. Ennek a felolvasóásnak is az a célja, átvitt értelemben közelebb vinni azokhoz az érzéseinkhez, amiket nem mindig szeretünk. Át is adnám ezzel a szót a mai esténk szereplőinek, akik kitartásukkal, ügyességükkel, szorgalmukkal és összetartásukkal nagyban hozzájárulnak a rendezvény sikerességéhez. Üdvözöljük a jelenlévőket! A mai est folyamán mi leszünk a felelősök a jelenetekért. A színpad két oldalán narrátoraink a történet elbeszélő részeit olvassák fel. A szereplők jelenetekben adják elő a delemár fontosabb részeit. Kezdődjön hát a felolvasó est és miniszínház. A tavaszi földönő csörökbe, gombóccal gyúrt papírpalacsin szorongattam tenyeremben. Körülöttem gondtalan gyerekek rohangáltak, élvezve a délutáni, meleg napsugarakat. Morzsolgattam ujjaim között a papírgalacsin, és féltem, ha elolvasom, megint megváltozik az életem. Szívem a torkomban dobogott, mióta megtaláltam a postaként üzemelő sziklahasadékban az üzenetet. Redőről redőre hajtogattam szét a megkopott aranypapírt. Ahogy elolvastam, elmémbe vésődött a mondat. Zsibbadva ültem tovább, nem tudtam, mit kezdjük az üzenettel, miért rám bíztak. A felelősség nyomasztotta a lelkemet, de egyre éreztem, hogy közben izgatottá is válok a feladat ismeretlensége előtt. Elgondolkozunk néha, hogyan is kerülünk bizonyos helyzetekbe? Nem lett volna szabad azt a sápadt arcú, mocsárzöld színkabátos lányt követnem azon a borongós tavaszi alkonyon. De ahogy futva rám pillantott a vonathoz sietve, személynek mágikus pillantása nem hagyott más lehetőséget számomra, csak hogy sötét varázsának engedelmeskedve nyomába szegődjek. Ösztönösen melléültem a néptelen kabinban. Papa öltözéke drámaivá tette fejének fekete hajának ében árnyalatát. Dobva figyeltem, mit csinál. Méretes, viharvárt könyvet lapozgatott, melynek oldalaira különös jeleket írtak, ő ezekből, mint egy kótáblában másolta ki a számokat, betűket, jeleket egy lapra, számomra olvashatatlan, de leginkább érthetetlen logika szerint. Életem eme sorsfordító pillanatában észrevette, hogy bámulom. Amikor megszólított, tudtam, már nem csak a lénye, de a hangja is elmébe vonódott, visszavonhatatlan örökkötéssel. A következőnél leszállok, mit szólnál egy késői kávéhoz? Csábított a leányzó, szemében olyan különös fekete tűz gyulladt, melytől egy pillanatra visszahőköltem, de azonnal rábólintottam. Első jelenet, a kávézó. Szereplők Ripero és Sidero, valamint a csapos. A kávézóban csak mi ketten voltunk. Egy szótlan, üllet szemű,
idős férfi csapos társaságában, aki két méregerős, gőzölgő kávét csapott lennénk a kis asztalra, természetellenes gyors mozgással. Ujjaimat melengedtem a csészén, miközben tekintetem átkalandozott. Az ablakban éppen egy légy próbált kiújni a csípőt szélbe. A flakonon poros, ideig múlt szempillától fúgott fölöttünk. Akárcsak egy régi színpad, ugye? Miért jöttél velem? Nem félsz tőlem? Igen, félek. Mégis vonzónak találok. Sosem láttam hozzád foghatót, és talán figyelni akarok rád. De talán sosem félsz. Rég volt már, hogy ilyesmit kérdeztek tőlem. Ugye nem akarod, hogy nosztalgiázzak. Semmim sincs már, ami ehhez a világhoz közne. Épp hogy gyökértelen vagyok, mint te. Nem hittem benne, hogy ez baj hozhat a fejemre. Te mit gondolsz, meddig élhetsz így? Hogyan? Még mindig azt hiszed, hogy a közhelyes dolgok boldoggá tesznek. Abban reménykedsz, hogy a boldogság az, amire vágysz. Szerelem, amiről most azt gondolod, irántam érzel. Vagy tárgyak, melyeket csak felhalmozni tudsz. Otthonok, melyeket felújítasz, vagy elhagysz. Életek, melyeket világra hozol, vagy nézed, amint elmennek. Ez az örök, végtelen körforgás. Ne nézz úgy rám, mintha ezt még sosem hallottad volna. Te is tudod az igazat. Furcsa játékot űzöl. Mi történne, ha lelepleződnél? Eltűnnének a kukacaid és a pókhálóid, vagy a jeges kezed, amitől ilyen félelmetesnek érzed magad? Játszunk valamit. Mi a neved? Játszani akarsz? Nagyszerű. Legyen ez az első játék. Ha te megmondod a neved, akkor én is elárulom az enyém. Rendben van, de bolondítsuk meg egy kicsit. Van egy kártya paklim, csupán négy kártyával áll. Az már paklinak számít. Én annak hívom. Különleges kártyák ezek. Húzd egyet a bal kezeddel. Amint felvettem, utasított, hogy fordítsam meg, és közben ki is mondta a saját nevét. Cideró. Bajt éreztem, mert a lap teljesen üres volt. Tudtam, hogy nekem is meg kell mondanom a nevem, mivel ő már elárulta az övét, mégis hezitáltam. Az ösztönöm azt súgta, nem kellene tudatni vele a nevem. Nagyon nyeltem, még gondolkodtam. Rajta, mondd ki! Riperó. A kártya feketévé változott, belőle lágnyelvek törtek elő. A tűz közepén azonnal megláttam a nevemet. Riperó. Cideró elégedetten mosolygott. Második jelenet a holdfák. Cideró és a rejtek őrzők története. Szereplők Riperó és Cideró. Halljuk, mi a problémád? Talán van rá megoldás. Most Delamár vagyok, amit a hivatásomnak is hívhatnék. De ez nem probléma, hanem maga az életem. Mi az a Delamár? Halott segítő. Ezt most ugye nem mondod komolyan? Dehogy nem. A történetem igen régi, és sokat tartana elmesélni. Meséld el, talán nem is annyira hosszú. Évezredekkel ezelőtt egészen másfajta létformában léteztem, mint most. A fák rejtekében éltem, az úgynevezett rejtekőrzők védelme alatt. Ők azok a különös fák, melyeket életadó holdfáknak is hívnak. Az ellentmondás abból ered, hogy ők életet adnak, mégpedig az állatoknak, melyek korhat, üreges belsejükbe költöznek, és ott nyugodt körülmények között szaporodnak.
Az én volt fám, amely alatt megpusztam magam, egyszer, még a fagyos évszakban befogadott, törzsében vészelhettem át a hideget. Annyira jól éreztem ott magam, hogy a melegebb idővel sem akarózott elhagynom kis fészkemet. Ám amikor megérkeztek a kis állatok a szaporulatuk idején, irigykedéssel, vegyes féltékenységgel, sértetten hagytam el a helyemet. Nagyon bántott, hogy így kiabrudaltak. Tudtam, hogy a fa néha elszúnyad egy rövid időre, így mielőtt elmentem, kihasználtam az alkalmat, és dühömben felfaltam azt a sok kis élőlényt, melyek épp csak megszülettek. Ettől szörnyű gyomorbaj kapott el, vakká és süketté lettem a számomra ismeretlen étel miatt, hiszen korábban csak növényeken éltem. Vérük vérelmé vált, és ártatlanságuk méreggé alakult bennem. Amikor a holtfa észrevette, hogy mi történt, megáltozott. Így a holtfák segítőjeként kellett tovább élnem. A holtfa előzött a rejtekőrzők erdejéből. Hogy mindenképp beteljesítsem küldetésem, halhatatlanná tett, és olyan védelmet adott rám, hogy saját kezemmel sem vethettem véget az életemnek. Külsem megváltozott, fekete hajam a holtfa halott ágaira emlékeztetett, bőröm barnás színe és karcsú termetem ijesztő, de tiszteletet parancsoló alakká lett. Járásom bár kecses volt, de senki sem mert szóba állni velem vándor útjaim során, tekintetem jegessége és hervasztó kisugárzásom miatt. Nem tehettem semmit, meg kellett kezdenem ijesztő szolgálatomat. Először a sivatagok peremére mentem, ahol az akkori bölcsek munkát adtak nekem. Ekkor kaptam a Delamár tisztséget, melyel a halott siratóházakba vagy elítéltekhez kellett mennem, és elsegíteni őket haláluk napján, átvezetni őket a Styx folyón, vagy éppen a nem kíván gyermeket eltüntetni. Az őrök mindig tiszteletteljes félelemmel engedtek át, rám sem mertek nézni. Az a hír járta, hogy messziről érezni a szagom, és tudták, hogy a halál a nyomomban jár. Lépésem alatt megégett a fű, vagy elszáradtak a friss hajtások. Ha akartam volna, sem tudtam volna elbújni, a természet mindenütt elárult, jelezve korábbi, kegyetlen árulásomat. A pusztulás számtalan arcával találkoztam szembe az évszázadok alatt. Csúnya háborúkban utolsó lélegzetvételeket kellett gyűjtenem, halálhét vinni az életben maradottaknak. Akkoriban kezdődött, hogy végakaratokat, utolsó kívánságokat kezdtem gyűjteni. A misztikus keleten töltött utazásomkor kaptam egy könyvet és egy ezüstollat egy különös embertől. Ennek a könyvnek sosem voltak el alapjai, több száz réteg volt egymáson, és mindig más-más színnel tudtam beleírni. Ha kinyitottam, a betűk a levegőben úsztak. Nem tudhattam, hogy a szolgálatomnak mikor lesz vége, vagy vége lesz-e egyáltalán, ezért újra visszamentem ahhoz a fához. Könyörökbe kértem, vessen véget szenvedésemnek. Ő ettől megenyhült, hiszen láttam, milyen szép gyűjtéseket végeztem, és már ledolgoztam átkos cselekedetemet, ezért úgy döntött, azt a feladatot adja nekem, hogy legyek aféle postás a holtak és élők között. Gondolod, hogy rajtad kívül más is hatott el? Sokszor abban reménykedem, hogy igen. Talán volt egy részem, ami eredendően tiszta volt, hiszen ott a holtfák között jól éreztem magam. Ha valaki átvállalná tőled, azzal megszabadítana? Ugyan miért tenne valaki ilyet? Tanácsot kértél. Én megtenném. Neked elment az eszed. Azt hiszed, a vakmerőség elég ehhez a hivatáshoz. Most bátornak érzed magad? Nem azért. Még sosem lettem igazán fontosat senkiért. Szóval velem akarsz tartani? Csak potyautasként. Libero, ebben a munkában nincsenek társak. Jól figyelj, megmutatom, mik ezek a kódok. Felcsapta rongyos, szakadozott könyvét, melyben megláttam a különféle köröket, vonalakat, háromszögeket, öt és hatszögeket, melyek váltakoztak számokkal, szimbólumokkal, betűkkel és régi írásjelekkel. Cideró hadarra magyarázta, hogy ezek azoknak a kódoknak a részei, melyekkel a küldeményeket azonosítja a temetőket fogadó szobaszámai, parcellái, sírhelyei szerint. Újjában mutatta, hogy vannak olyan helyek, ahova függőleges kódok kellenek. A fogadó a kezdőpont, onnan számolódik minden. Ezt a pontot nem szabad elmulasztani, innen kell indulni, ide kell érkezni. Ez a fogadó talán valami feljáró a holtak világából? Átjáró. Mindig a könyvet kell majd keresned. Thank you.
Harmadik jelenet, a temetőkert fogadó. Szereplő, Ripero és a temetőkert fogadósa, a kölyök. Leültem a Suette bárszékre, a temetőkert fogadó hatalmas, központi helyként szolgáló halljában. A kölyök, mint mindig, most is ott volt. Az ingár alakja, hosszú, egérszürke, karcsúra szabott, kérókfazon kabátja, kefehaja régi módi volt, akár csak maga a fogadó. A hely züllött, nyomasztó közege ellenére mégis ünnepélyesnek tűnt. Volt benne valami felemelő. Recsegő, néha megszakadó szalonzene tört fel a behorfadt gramofon hangszórójából. Fölöttünk koszos, törött üvegű kristálycsillárok ingadoztak részjóslón. Fölhőnk is van. Dehogy, ezek csak az alaksori roppantó, hiszen tudod. Rip, lenne itt valami, ezeket neked kell kézbesítened. Ezeket? Honnan kerültek elő? Kézbesítetlen levelek, az ő hagyatéka. Sziderói? Persze, nem is az enyém. Nézd, ezek a küldemények sosem értek célba, évek óta csak keringenek. Nemrég találtam egy igen régen használt leveles ládában. Micsoda? Hol van az a láda? Én miért nem tudtam eddig róla? Csillapodj, Ripero, ígyunk meg ezt. Aztán elmondok mindent. Ezt a ládát csak vészhelyzetben használjuk. Eddig azért nem szóltam róla, mert már jó ideje nem használta senki. Ahol ez van, sötét hely, még a holtak is elkerülik. Oda azok a küldemények kerültek még régen, amelyek katasztrófákat, járványokat vagy becsülen lélekrablásokat tartalmaztak. Amikor azokat a leveleket kinyitották, azonnal megváltozott akár egy egész kontinens vagy népcsoport sorsa. Ki írta ezeket a leveleket? Arctalanoknak nevezik őket, sosem voltak ismertek. Csak annyit tudunk, hogy alak és nem váltók, hamisak és velejük gonoszak. Tudod, nekik ez a feladatuk, hogy rettenetesek legyenek, meg rémisszenek élőt és voltat. Szerintem Sziderónak megvolt az oka, amiért nem kézbesítette ezeket. Azt feltételezem, hogy amikor neked átadta a könyvet, akkor már nála voltak ezek a levelek, és talán kétségbeesésében dobta be mindet a vészhelyzet ládába. Kik a címzettek? Neked kell kisilavizálnod. Tartok tőle, hogy olyan helyekre kell menned, amelyhez képest a temetőkert fogadó csupán egy kedélyes jelmet. Átlapoztam a borítékokat, azonnal a szememből ötlött az egyik kód. A fekete homoksivatag. Ez volt a kód megfejtése. A fejemben a kódok és a jelek már a táblázat nélkül is megvoltak, nem jelentett gondot az azonnali megfejtés. Gyorsan elköszöntem a kölyöktől, és a kalapomat a fejemre vigyeztve, kiléptem a fogadóból. Negyedik jelenet, Nina, Ripero macskája következik. Előadja Zsírmok István.
Nina. 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 Ninocska. Nina. Nina. Most is a vállamon kapaszkodott. Ő velem együtt. Ehhez a mások számára láthatatlan világhoz tartozott. Ninának megvolt ez a különleges képessége, hogy félelem nélkül nézett keresztül a szellemeken. Hozzáfogható bátor élőlényt nem igen láttam. Találkozásunk előtt igen magányos voltam, nem éreztem azt, amit Sideró. Nekem szükségem volt valakire, aki értette, mi történik velem. És ha nincs ez a pöttöm kis cica, akit elém sodort az élet, talán mostanra értelmem már köddé veszett volna. Új munkám első évében találkoztam Ninával. Egy szűk sikertúrból kellett elhoznom egy küldeményt, és épp csak meg tudtam állni a tetőn, ahol a kéményhez rögzítettem a járgányomat. Ekkoriban még döcögve, recsegve tudtam közlekedni. Ráadásul a csomagból áradó, undorító szaktól felfordult a gyomrom, amitől kihánytam azt a kevés ételt, amit akkoriban el tudtam fogyasztani. Ezek többségében különleges füvekből lefordultak, melyeket Sideró hagyott meg nekem a könyvében. Ezek a növények könnyűvé tették a testem, sok energiával, tiszta tudattal láttak el. Ehhez a hivatáshoz le kellett mondanom minden egyébről, kivéve a szivaromat, mely zsibbasztott ugyan, de mégis éven maradtam tőle. Többé nem néztem tükörbe. A külsőm jelentéktelenné vált, csupán elvékonyodott ujjaimból következtettem arra, hogy testem lesopányodott szikárrá lett. Akkor ott a tetőn igyekeztem összeszedni magam, megkapaszkodtam a lehány kémény falában, zöld szempár villant rám a kéményből, majd előbújt a hozzátartozó átfagyott apró test is. Akkor Nina még beteges volt, alig 4 hetes. Testvérei kitaszíthatták maguk közül a gyúlott szemű, viharvert kis macskát. Pillantásunk azonnal egybefonódott. Én részvétel vettem kezembe az aprócska állatot, mely korához képest fejletlen és gyenge volt. Nem tiltakozott, én pedig egyszerűen magammal vittem. Azt gondoltam, ha mégis kimúlna szegény, akkor a temetőkertben nyugalomba helyezhetem. Szakmai általomnak is nevezhetném, hogy oda viszem. Ám a meleg és néhány gyógyfű hatására hamar erőre kapott. Úgy tűnt, pontosan tudta, hova kerül. Mikor megmutattam a kölyöknek, ő is barátsággal fogadta. És bólogatott, hogy biztos jó társam lesz. Mikor a nyakam köré tekeredett, a mindig hőséges, fényes szőrű, barna szürke cérmas. Egészen megnyugodtam. Lelkem fáradtságára gyógyír volt testének melegsége, minden tudó, zöldes sárga szemének megértő pillantása. Nina most is azonnal mellém szegődött. Mindig megérezte indulásunk idejét.
Ötödik jelenet, a rostogló kanyon. Szereplő, Ripero, Penge, a homokszobor, és Nektár, a fiú. A rostogló kanyonban Inával együtt lejjebb ereszkedtünk, oda, ahol egészen napfényes volt a táj, egyenesen a sziklahasadékok közé. Leértünk és láttam, hogy kőgerendák húzódnak felettünk. Rongyos fásznak lengedeztek a kőhalmok közé kifeszítve. A leplek alatt különös, árnyék nélküli, emberszerű alakok vonzolgatták magukat körbe-körbe. Közelebb érve láttam, hogy múmiaszerű homokszobrok, arctalanok, itt-ott kézdarab lógott rajtuk össze-vissza, mintha éppen a szarkofágból keltek volna ki. Szürreális tájba érkeztünk, ahol az arctalan homokszobor lények vonaglottak, majd időnként a mellettük levő égett levelű pasorban megálltak. Köszöntem nekik, de nem válaszoltak, csak felén fordulva bólintottak. Talán náluk ez a köszönés, gondoltam. Figyeltem, mit csinálnak, vigyázva, nehogy nekik ütközzünk. A fák gusztusos gyümölcseit szedték kosárba, de azok egy pillanat alatt megrohadtak. Csatlakoztam hozzájuk, néztem, milyen gyönyörű termések lógnak az ágakon. Rajzolni se lehetett volna szebbet. A gyümölcsök látványától a gyomrom korogni kezdett, és magam is a fák közé léptem. Láttam, hogy a múmia szobrok kosarában a csodás gyümölcsök majd poshattan hűzdenek. Ám nekem sikerült felfedezni egy ágat, melyen gyertyák voltak. Ösztöneim azt súgták, ha onnan szedek érett gyümölcsöt, az ehető lesz. Letéptem egy almának tűnő termést. Amikor beleharaptam, egyáltalán nem almaízt éreztem a számban, hanem egészen kellemes, ismeretlen aromát. Amint elmajszoltam az édes gyümölcsöt, elképzelve láttam, hogy körbevettek a múmia szobrok. Kicsit megijedtem, de nem akartam kimutatni a félelmem. Pusztán az óriási szájuk látszott, sem szemük, sem egyéb arcra emlékeztető vonásuk nem volt. Kicsit hátráltam, de együtt határozottan megállt előttem. Hangja kísértetiesen hangzott, és értelmét sem találtam. A fiút megtámadta a tűzkígyó, és leégette a fejét. Ha ilyen képességeid vannak, meg tudod látni. A fiút, ő talán olyan húsvér ember, mint én. A homokszobor intett, hogy menjek vele. Nem tehettem mást, követtem őt egy föld alatti barlang lakásba. Néztem a fiút, akinek bár a feje erősen megégett, de a teste épp volt. Úgy éreztem, nem kapok levegőt. Véremet kellett adnom a fiúnak, így felvágták az eremet. A vérveszteségtől elvesztettem az eszméletem. Lázámommal láttam, hogy Nina felkapaszkodik a gyümölcsöt termő fára, ami alá fektettek, és mancsával lekopoz egy-egy almát. A macskám olyan volt, mint egy kölkét tápláló anya. Kis falatokat harapott nekem, és a számba köpte őket. Nem bírtam nyelni, csak nyammogtam. A drága kis Nina pedig mellkasomra feküdt, és gyógyító dorombolásával megnyugtatott, álomba rikotott. Napok teltek el, mire igazán magamhoz tértem a sebesüléseimből. A forró sivatagi levegő és az éjszakai hideg csak nehezítette a felépülésemet. Nina mindvégig mellettem volt, és dorombolásával segített a gyógyulásomban. Az ápolásomat az egyik mumia szobor lény is megsegítette, kötést cserélt és némi növénymorzsadékot szólt a sebeimre, ettől szépen gyógyultak a vágások. Meglepetésemre a fiú is felkeresett. Kopasz feje maradt, arcán megmaradtak az égési sebek, de legalább neki volt arca. Üdvözöllek, Nektár vagyok. Köszönöm, hogy megmentettél. Az én nevem Ripero. Megtaláltuk a járgányodat a nyugati kanyonban, és idehoztuk neked. Itt most igazán nagy tiszteletnek örvendhetsz, amiért ekkora áldozatot hoztál értem. Miattad? Vagy az áldozathozatal miatt? Talán öntelten hangzik, de miattam. Ezek az árnyéktalan arclan lények valaha mézösvények útján jártak, de vonosságok miatt számüzetésbe kerültek. Én vagyok az utolsó jelenleg, aki még ismeri a méztitkát, és ezért engem tartanak a méz őrzőjének itt a kanyonban. A méz? A méz az élet. Mindenkinek energiát ad. Van olyan, hogy mézösvény? És az merre található? A föld alatt, de a te szemednek láthatatlan formában. Aki tudja azt, hogy hol keresse, az pontosan megérzi. Az energiafolyamat a talpán keresztül magába szívja. Fantasztikus lehet. Elhiszem, hogy fontos a múmiáknak.
Ezért van az, hogy a homoklények azt hiszik, hogy ellenhetnek egy ilyen ösvénye. A te segítségeddel visszatérhet beléjük az élet? Igen, ők neveztek el nektárnak, ami a méz alapja, anélkül nem létezne. Már egy ideje kutatok a rostoklók anyomban, a mézösvények után, sajnos múltkor olyan helyre tévedtem, ahová nem lett volna szabad. Így találkoztam össze a tűzkígyóval. Ez a kígyó egy tűzszellem? Dehogy! Az asszonyok nevezték el így. Valójában gőz és vulkánkitörések. Gyakori kísérő jelenségek a mézösvények nyomán. Éppen arra kell lennie az egyik ösvénynek, amit keresek. Mikor indulsz legközelebb ilyen keresése? Veled tartanék. A jostokló kanyomban keresem a jó templomot. Egy levélanyom, amit követek, és annak a címzése ez volt. Különös, amit most említesz, éppen arra indultam, amikor a tűzkígyó elkapott. A fejemet találta el egy gőzkitörés. Szerencsére nem voltam egyedül, és visszahoztak ide. Érdekes, hogy ezt a címet adták meg neked. Nem sokan hallottak erről a helyről, csak egy ideje ez a neve. Ha gondolod, holnap elindulhatunk együtt. Szerintem már elég erős vagy ehhez a túrához. Szerencsére nem volt messze a romtemplom, de az atmoszférája elég termesztő volt. Éreztem, hogy a hőmérséklet fagypont alá süllyedt. Folytattuk utunkat, amikor egy lépcsőn felkapasztottunk és egy kiskapus bejárathoz értünk. Szikladarabok és fénytelen kristályok kövezték a bejáratot. Távolról sem látszott magasztos helynek a romtemplom, de közelről sem. Csupán a bejárata volt épp. Az egyik sziklafalon jelképek sorakoztak. Ekkor elővettem a harmadik borítékot, melyen még az eredeti írásképp szerepelt. Nektár mellém lépett, érdeklődve figyelte a kódokat a papíron. Szeme elkerekedett, hogy a jelképek egyeznek a borítékon és a sziklán. A belépőhely volt kivét, három tenger éles kőoszlop osztotta ketté. Mi a szélesebb osztáson léptünk be? Mesztelen lábammal én is megéreztem a mézösvényt, amelyre ráléptünk. Mintha egy csobogó patakon léptettem volna, mely egyszerre csiklandozott és ejtett támulatba. Mélyeket lélegeztem. Ez az energiafolyam olyan erővel rendelkezett, melytől szerintem mindenki elfelejti a bánatát. Különösnek tartottam, hogy éppen egy ilyen kietlen kanyomban fut ez a csodás ösvény. Egy idő után még varázslatos hangokat is hallani véltem, de talán csak a képzeletem játszott velem. Nektár megtorpant előttem. Átnéztem válla fölött, és akkor én is megláttam. Ott volt az oltár. Valóban csak árnyéka volt eredeti szépségének. Oldalait ugyanolyan fénylő kristályokkal rakták ki, mint amelyet nektár talált előzőleg. Végig tapogattuk a kristályokat, valamilyen gombot vagy kapcsolót keresve, de ez túl egyszerű megoldásnak tűnt a nyitáshoz. Figyelmesen átnéztük újra meg újra a kristályokat. Az egyik oldalra szöveget péstek valamilyen ismeretlen nyelven. Igyekeztem kibetűzni, és közben egyre olvastam. Ebben a pillanatban nektár egy lendülettel ellökött onnan. És én már éreztem, bajt csináltam. Egy szempillantás alatt megnyílt alattam a föld. Olyan gyorsan lecsúsztam, hogy még kiáltani sem volt időm. Egy alagútba kerültem, kétségbe esetten kapálóztam. Hallottam nektár reményveszett kiáltását. Ám a földbe zárult fölöttem. Hatodik jelenet, záró jelenet, szereplő, Riparó. A végtelennek tűnő sötétség falta az erőmet, azonban nem haltam meg. Dőlegő fény volt odabenn, amelyet egész jól láttam. A számban tartott földmorzsák különös, furcsa erőt adtak nekem, így egy idő után felfedeztem egy szöveg és kódmintázatot a massza fényes felületén, mintha egy papírlap ragadt volna bele. Övásírásszerű jelek voltak a papírdarabon, melyeket, mint rájöttem, visszafelé kellett olvasni. Magamban raktam össze a mondatot. Bár a természet könyörtelen körforgását vérengzőnek láthatod, és úgy érzed, kiutat nem találsz a furcsa körhintából, emlékezz romlatlanságára. Emlékezz a romjai épülő megújulására, mely minden élet színpadán, a remény és a mindenek feletti szépséget,
teljességet, szeretetet dicsőíti. Köszönjük szépen a figyelmet, és köszönjük a szereplőknél a közreműködést. Szereplő, Ripero, Bencsik Panna. Sidero, Szabó Kata. Nina, Zsírmik István. Nektár, Máté Tóth Bianca. Kölyök, Komódi Kata. Penge, Ágó Janka. Tapos, Rigó Zsófi. Narrátoraink, Ruszi Kriszta. Besze Bíborka. Kordás Lili. És Ostyánszki Anna. Köszönöm szépen mindenkinek a kitartást és a megfeszített munkát. Köszönöm a Móra Ferenc Gimnázium 10B osztályának nagyszerű munkáját, és osztályfőnöküknek Fábián Fruzsinának a közreműködést. Köszönettel tartozom Zsírmik Istvánnak, amiért támogatott ennek a rendezvénynek a megvalósításában és átgondolásában, és köszönjük az egyedi hangok megszólaltatását is. Szeretném külön kiemelni Szabó Ildikó és a Mórás Rajzmágusok munkáját, akik az elkészült díszletek hangulatát még tovább tudták fokozni rajzaikkal, festményeikkel. Ezeket akár körbe is lehet jönni és így megnézni közelebbről is. Köszönöm szépen Farkas Péternek, hogy lelkileg, szellemileg is mindig mellettem áll, illetve köszönöm szépen még további embereknek, Gajdácsi Dánielnek a zenék, effektek összevágását, melyen érzelemgazdagabbá tehettük a jeleneteket. Köszönjük Udvardi Istvánnak a hangtechnikai segítséget, a Tandem Dekornak, amiért hozzájárult grafikus elemekkel, nyomtatásokkal, illetve szeretném külön kiemelni még Török Tamást is, a könyv grafikusát, légy szíves Tamás, te is emelkedjen. És a Vízió könyvkiadó és Egri Zsanna szerkesztő segítségével gondozásában megjelent könyvemet szeretném figyelmükbe ajánlani. Remélem, hogy gondolatébresztő lesz, és egyben szórakoztató, képzeletet megindító élmény. A kötet megvásárolható itt hátul a helyszínen, és kérem, hogy fogyasszanak majd a felkínált finomságokból is, melyet Zsírmik Istvánnak és a Szakmaközi Művelődési Ház felajánlásainak köszönhetünk. Köszönöm szépen!